Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcafórum. Janó Attiláné beszélgetett a szexárdiakkal. Kakasdi forgatag. Termelők, kézművesek kínálták portékáikat. Gyakorlás, felkészültség, biztonság. Motorosok számára tartottak vezetéstechnikai képzést Bonyhádon. Kutyakiállítás. Országos győzteseket hirdettek Dombóváron. A Fidesz-KDNP színeiben Szekszárdon a 7-es számú választókerület képviselőjelöltje Janó Attiláné. A béke iránti vágya vezérli a mindennapokban a 4 gyermekes édesanyát, aki a város 5 iskolájában végez katolikus hitoktatást is. Janó Attiláné második utcafórumán jártunk, ahol megosztotta velünk eddigi tapasztalatait. Nagy izgalommal vállaltam el ezt a felkérést, amikor Berlingel Attila polgármester jelölt úr engem választott a 7-es számú választókerületbe. Minden új nekem még, és ismerkedem. Nagyon sok helyen bejártam már a körzetemet, és beszélgettem a lakókkal, jegyzeteltem közben. És az első utcafórum alkalmával is kiegészítettem ezt, és egy táblázatba foglaltam, illetve összeírtam azokat az észrevételeket, amiket a lakók tettek, és amin változtatni szeretnének, amilyen ötleteik lennének, amilyen javaslataik vagy megoldandó probléma az adott területen. A kormánypárt színeiben induló képviselőjelölt körzetében 2376-an laknak. Nagyon tetszettek számára a fórumon hozzászóló fiatalok ötletei, továbbá fontosnak tartja az idősebb generáció bölcsességeit is. Nekem az a tervem, illetve az a célom, hogyha június 9-én ugye a választók mellém teszik az X-et, illetve Berlingel Attila mellé, akkor ezek a tervek, amiket én lejegyzeteltem és szépen táblázatokba foglaltam, hogy ezeken végighaladva, végig elindulva, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek. Kórház lelkészségi betegellátói feladatai mellett egészségtanár és önkéntes tartalékos katona. A közösségért végzett munkáját több kitüntetéssel ismerték már el. Első alkalommal rendeztek a Kakasdon termelői és kézműves forgatagot. Különféle termelők kínálták saját maguk által készített portékáikat. A szervezők a rendezvényt kiegészítették kavicsfestéssel, gyöngyfűzéssel, színezéssel, de a lángos sem maradt el. Te kérsz egy cicáskanalat? Figyelj, kiveszem neked, nézd meg, mert látod, ez itt ilyen rózsdamentes a cicáskanalat. Selné Simcsik Orsolya Kakast polgármestere elégedetten nyilatkozott az első alkalommal megrendezett kakasdi forgatagról. A termelői piacon részt vett Potápi Árpád János, államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Környékben már volt több őstermelői piac, és a kakasdiak nagyon sokan odalátogattak, és több piacon én is részt vettem, és azt gondoltam, mint polgármester, hogy egy ilyen biztos népszerűségnek örvend majd itt Kakasdon is, és bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. A polgármester szerint fontos visszatérni az egészséges és organikusan előállított termékekhez. Hogyha látjuk, hogy ez nem egy ilyen nehéz dolog ördögtől való, a másik pedig ennek a fogyasztása, hát nyilván ezek egészséges termékek és finomak is mellesleg, nem mellesleg. A helyszínre változatos kínálattal érkeztek a termelők. Köztük megtalálható volt olyan, aki húst árult, volt, aki kézműves termékeit kínálta, de saját készítésű szappant is vásárolhattak az érdeklődők. A szappanjaink az mind 100% természetes összetevőket tartalmazó kézműves szappanok, tehát se kőolaj származékot, sem tartósítószert nem tartalmaz. Illóolajokban is csak a természeteset és a különböző olajok is, akár az olívaolaj, seavaj, de van olyan is például, mint a régi időkben, ugye középkorban is csak sertészsírból készültek, úgyhogy vannak hagyományos szappanjaink is. Az eladó azt mondja, szeretnék, hogy az ökotermékek teret nyerjenek, hiszen ez fontos lenne környezetünk megóvása szempontjából. Egy másik árus grábócról akác, hárs, repce és napraforgó mézekkel érkezett. Az elmúlt években azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek a mézek iránt, illetve mi például nagyon igyekszünk a természetességet hirdetni, például abban, hogy a mézek idővel kikristályosodnak, úgyhogy a napraforgó mézünket például nem folyékonyan, vegyes virágmézként áruljuk, hanem kristályos, gyönyörű, szép narancssárga formában. A termelő szerint fontos tudni, hogy a kristályosodás egy természetes folyamat. Azt mondja, a méz ebben a formában őrzi meg leginkább a vitamin és ásványi anyagtartalmát. A kakasdi forgatag idén kezdeményező jelleggel indult, a szervezők remélik, hogy az esemény jövőre már hagyomány lesz.
Két halálos kimenetelű baleset is történt Tolna vármegye útjain az elmúlt napokban. Pénteken egy furgon vezetője közlekedett a 63-as főúton, amikor a stop tábla jelzése ellenére behajtott a kereszteződésbe, és nekiütközött a védett úton közlekedő kamionnak. A 79 éves bajai nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. Vasárnap egy autós közlekedett Máza felől a 6-os főút irányába, amikor egy jobbra ívelő kanyarban nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg a sebességét. A járművezetője elvesztette uralmát a kocsi felett, lesodródott az útról és egy fának csapódott. Az autó kigyulladt és teljesen kiégett. A kocsi sofőrjének, egy 30 éves mázai férfinek az életét nem tudták megmenteni. A rendőrség 2024. május 13-a és 19-e között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi. A Roadpol Truck and Bus európai szintű ellenőrzés keretében a rendőrök elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. A vasárnapi szekszárdi Urunk mennybemenetele templomban tartott szentmisén két püspököt, a szekszárdi születésű Bíró Lászlót és Mayer Mihályt, korábbi pécsi megyés püspököt ünnepelték. Bíró László 30 éve püspök és 50 éve pap. Mayer Mihály pedig 60 éve pap és 35 éve püspök. A szentmisén részt vett még Bábel Balázs, kalocsai érsek és Felföldi László, a pécsi egyházmegye 85. püspöke. Motoros rendőrök irányításával tartottak vezetéstechnikai képzést a kétkerekű jármű szerelmesei számára Bonyhádon. A cél, hogy a sofőrök felkészülten üljenek a volán mögé. A kilátogatók egy balesetmegelőzési standnál is informálódtak a biztonságos vezetésről. Motorosok szelik egymás után a köröket azon a szlalompályán, amit a vezetéstechnikai eseményen állítottak fel Bonyhádon. Weiss Roland azt mondta, mindig kis pályán kell kezdeni a motorozást. Megtanuljuk a szlalom, megtanulunk fordulni, fékezni, elfordulni, hová kell nézni a boljáról előre, hová nézünk, és utána jöhet majd a nagy dolog, az úttest. Egy kicsit, hát most késő vagy nem késő ez a program, korán bejött a nyár, ugye korán kijöttek a motorosok, lehetett is látni, hogy már május elején kim voltak. Én is észleltem, hogy nagyon sokan, nevezzük úgy, egy kicsit ész nélkül nekiálltak, volt 3-4 vagy 5 hónapos pihenő. Fontos teál kihagyás után visszarázódni a ritmusba. Mindenhez ritmus kell, az életünk is ez egy ritmus. A motorozáshoz kell egy nagyon nagy ritmus, a vezetéshez is. Ugye a vezetés is úgy közlekedünk, hogy megy egy ritmus az úttesten, ahogy megyünk, ritmusba vagyunk. A motorozás is, ha a motoros rendőröket megnéztük, hogy mennek, ritmusosan döntöget. Na most ez fejleszti az embert, és ami nagyon fejleszti azt, hogy hová nézünk. Szóval mindig az, hogy egy kanyarba is az úttesten hová nézünk, az nagyon fontos, mert minél előrébb lenézünk magunk elé, vagy ahová nézünk, oda visszük a motort, de ez érthetendő az autóra is. Az elnök a guminyomás megfelelő beállításának fontosságát is kiemelte. Felhívta a figyelmet még többek között a láncok, fékek, lengéscsillapítók és a világítás ellenőrzésére. Filóni Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere is részt vett az eseményen. És miután jó idő van, és tényleg megindult a motoros szezon, azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű program, és az érdeklődők számából látszik, hogy ezt a résztvevők is így gondolták, hiszen nagyon sokan eljöttek. Gratulálok az egyesületnek az ötletért és a szervezésért is. A köröket szelő motorosok szerint is fontos volt a gyakorlás. Nagyon fontos a motorosoknak a folyamatos képzés, hiszen nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, és amikor 3-4 hónapra, vagy akár 5 hónapra is letesszük a motort, akkor évelején mindig érdemes egy kicsit foglalkozni azzal, hogy újra rutin szerzés legyen. Göllő Roland úgy fogalmazott, a bonyhádi önkormányzat folyamatosan támogatja azokat a civil egyesületeket, akik közösséget építenek. És a Völgységi Motoros Egyesület egy új szervezet a városba, de nagyon nagy elánnal léptek itt bele a közösségi életbe, és folyamatosan szerveznek mindenféle eseményt. Ugye a motoros Mikulás elvonulás volt az első, amit most már tavaly már másodszor szerveztek meg, és nagyon jó, hogy ők vannak, mert nagyon sok embert összefognak,
és ezáltal is gazdagodik a város. Az egyesületnél kiemelten fontos figyelmet szánnak arra, hogy a fiatalokat bevonják a közlekedésbe. A szervezet elnöke létre szeretne hozni egy betonos placot is, ahol a bonyhádiak közlekedésen kívül gyakorolhatnának. Thibaut Nice nyerte meg a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt. A megmérettetés vasárnapi zárószakasza Siófokról indult és Pécsett zárult. A menet áthaladt Dombóváron is, ahol nagy készülődés előzte meg az eseményt. A helyiek és környékbeliek is szép számmal kilátogattak, hogy személyesen tekintsék meg az elhaladó bringásokat. A vasárnapi etap Wout Poels győzelmével zárult. A verseny legjobb magyar eredményét Dina Márton szolgáltatta, aki összetettben a 13. helyen végzett. Magyar Bianka lett a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának új vezetőedzője, az együttest 8,5 évig irányító Gyokics Zsejko távozását követően. A korábban a TFS-e MDK-nál dolgozó 33 éves szakember úgy nyilatkozott, olyan motiváló közösségbe érkezik, ahol mindenki alázattal és szenvedéllyel végzi a hivatását. Örömmel vág bele, tele van energiával és nagyon várja a közös munkát. Számít a szurkolókra, akik véleménye szerint Magyarország női kosárlabda társadalmában egyedülálló atmoszférát teremtenek. A labdarúgó MB3-as bajnokság délnyugati csoportjában szereplő, kiesés elől menekülő Tolna vármegyei gárdák közül a legutóbbi játéknapon egy bebiztosította bennmaradását a harmadik vonalban. A Bonyhád Majos gárdája egy pontot szerzett a Gárdony-Agárdi gyógyfürdő alakulata ellen, ezzel matematikailag is biztossá vált, hogy jövőre is maradnak jelenlegi osztályukban. A szekszárdi UFC-nek égető szüksége lett volna a győzelemre a harmadik helyen álló Nagykanizsa ellen. A szekszárdiak sokáig vezettek, azonban nem tudták megtartani 90 percig az előnyüket, így egy-egyes döntetlennel végeztek a felek. Az UFC a hátralévő mérkőzéseken a Paks és a Fehérvár tartalékcsapatai ellen küzdhet újra a bentmaradásért. 12 év után újra országos kutyakiállítást rendeztek, nemzeti győzteseket hirdettek Dombóváron. A több mint 800 nevezőnek méltó helyszínéről szolgált az újvári Kálmán sporttal. Nemzetközi szabályok szerint fajtánként korosztályokra bontva történtek a bírálatok az országos eseményen, mondta el nekünk a Magyar Ebbtenyésztők Egyesületeinek Szövetségének elnöke. Dombováron nemzeti kutyakiállítást rendeztünk, nemzetközi bírói zsűrivel, aminek a alapja ugye a világ közel 400 kutyafajtájának a elismerése. Minden kutyafajtának úgy, mint a mi magyar 9 fajtánknak, Komondor, Kuvasz, Puli, Pumi, Mudi, Magyar Vizsla, Magyar Agár, Erdélyi Kopó, megvannak a nemzetek által előírt, lefektetett standardjai. Ez szintén azt jelenti, hogy nem csak a szabályok egyformák, hanem a minősítésnek a kritériumai is egyformák. A kutyáknak nem csak a küllemét veszik figyelembe az értékelésnél, hanem viselkedését és teljesítményét is. Az itt megjelent megméretetés főszereplőivel a napi trenírozás elengedhetetlen. Viszont van egy nagyon lelkes egyesület, van egy nagyon lelkes polgármester és képviselőtestület, aki a felelős állattartás jegyében szeretett volna Dombovára egy ilyen programot elhozni, megkereste a szövetséget, elnyerte a Dombovári Egyesület ezt a rendezési jogot, így került ide ez a kiállítás. 10 nemzetközi bíró kollégával bíráltuk ma az eseményeket. Több éve dédelgetett terve valósult meg a városnak itt a sporttelepen. Nagyon örülök neki, hogy 12 év után visszatért újból ez a kutya kiállítás Dombovára. Reggel, amikor láttam, hogy jönnek az érkezők, és akkor már tudtam, hogy több mint 800-an neveztek, akkor azt gondoltam, hogy érdemes volt ebbe belevágni. Nyilván, hogyha a Dombvári Kutyás Egyesület nem ennyire aktív ebbe a történetbe, és ugye ez a sztori úgy kanyarodott rá 2024 májusára, hogy 2021-ben már beszélgettünk róla, hogy milyen jó lenne egy ilyen kutyakiállítás újból Dombováron. Azt gondolom, hogy méltó helyszínt tudtunk nyújtani. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta azt is, ha rajta múlik, nem kell újra 12 évet várni arra, hogy ezt a kutyamustrát itt újra megrendezzék. Az értényi multifunkciós pálya 22 méter széles, 44 méter hosszú. A beruházás a felzárkózó települések program keretében valósult meg, karöltve a Belügyminisztériummal, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Pályafelavató barátságos labdarúgó mérkőzésen játszottak az értényi és istvándi gyermekek, melynek apropója egy rekordtán kispálya elkészülte.
A rekordtempelják támogatása egy nagy összefogás révén jött létre. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdeményezésére, főleg az ő támogatásukkal, a Belügyminisztérium és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segít finanszírozásával jön össze a rekordtempelják finanszírozása, amelyek a felzárkózó településeken biztosítják a szociális munkának tulajdonképpen a kiegészítését, hogy olyan minőségű pályán játszhassanak a gyerekek, ahol egyébként nem tudnának. Összesen 300 településen terveznek ugyanilyen korszerű sportpályát építeni, melyből még az idei évben 90-et adnak át. A felzárkózó településeken ugye a szociális munkán van a hangsúly, ennek vannak különböző kiegészítései, a sport, a zene, a játék, és így a sport egy olyan nagy lehetőséget kap, aminek révén egész sok minden mással megismerkedhetnek a gyerekek, mint a közös játék, a közösség ereje, és ezt a szociális munkásaink nagyon sok más helyen tudják aztán kamatoztatni. A fejlesztések 10%-át a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat finanszírozza. A Dél-Dunántúli régió más helyszínein is számos ilyen beruházás valósul meg a közeljövőben. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jelen van életünkben, segíti mindennapjainkat. Többek között krízis helyzeteket old meg, segít a tanulásban, rendszeres programjaikkal közösséget épít, összetartja a jelenlétházba járó gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője fontosnak tartja, hogy a gyermekek sportoljanak, a labdarúgás pedig kiváló lehetőség közösséget építeni, másrészt a falunak ad egy identitást. És ha azt nézzük, hogy az elmúlt 5 esztendőben mennyi pályázati forrás érkezett ide Értényben, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szinte annyi, mint 3-4 hasonló nagyságú településre, hiszen közel 650 millió forint pályázati forrás érkezett a településre. Ez is bizonyítja azt, hogy Érténynek nem csak múltja is jelene volt, hanem reméljük, hogy jövője is lesz, és reméljük azt, hogy az összefogással az itt élők sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy ennek a falunak igazi közössége, élő közössége legyen. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület szimfónia programjában résztvevő gyerekek műsora színesítette az avató ünnepséget. Mutatjuk a régió híreit. Új ciklus, nagy beruházással. Folytatná a fürdő megújítását a Harkányi polgármester. Stabil egzisztenciát reméltek a kábítószerek kereskedéséből. Vádat emelt a bűnbanda ellen a siklósi ügyészség. Balatonfagyija. Különleges ízkavalkád a zsűri előtt. Folytatná a Harkányi fürdő megújítását a jelenlegi polgármester, aki júniusban újraindul a városvezető pozícióért. Baksai Endre Tamás stábunknak azt mondta, a tervek kész vannak, a kivitelezőt is kiválasztották. Egy megújuló, áttervezett fürdő építése a következő évek célja Harkányban, mondta a város polgármestere, mikor a következő önkormányzati ciklus feladatairól kérdeztük. Baksai Tamás azt mondta, a főbejárattól az utolsó gazdasági bejáratig mindent újra terveztek. A gyógyászati részleg is fejlesztésre tud kerülni. Megtervezésre került egy új 4 plusz vagy 4 superior minősítésű szállodának a megépítése. Megtervezésre került a kórház és a volt fürdőirodaház között az új főtér, egyben az új főbejárat, téli főbejáratnak a helyszíne. Megtervezésre került a korábban kialakított a Balcsi-Zsilinszky utca felüli főbejárat, teljesen újra tervezésre került, új szabadtéri színpad került ezzel párhuzamosan megtervezésre, valamint az összes épület a fürdőben bontásra és újraépítésre kerülne. Ez azt eredményezni, hogy teljesen új vizesblokkok, új öltözők, új ételudvar és 2 új strandmedence létesül. Egy mediterrán medence és egy hullámmedence kerülne megépítésre. Jelentős összegbe kerül ez a nagy beruházás, tudtuk meg a városvezetőtől. Az összes projektnek nagyságrendileg 30 milliárd forint a beruházási, vagy legalábbis 2 évvel ezelőtt nagyságrendileg 30 milliárd forint taksálták a szakemberek a beruházási költségeit. Ennek az első etapja az MTÜ együttműködésével kerültek a prioritások meghatározásra, hogy melyiket nyújtsuk be a kormány elé. Ezek megtörténtek,
legutoljára említett 2 darab strandmedence és az új ételudvar került az első projektblokkba. Ennek lebonyolódott a közbeszerzése, ez 7,9 milliárdos projektről beszélünk, ott megtörtént a kivitelező kiválasztása. Most arra várunk, hogy egyszer a irányító hatóságtól zöld jelzést kapjunk arra, hogy indulhat a beruházás. A fejlesztés első szakasza 2 évet venne igénybe, így az új ciklus közepére már működhetnének az új medencék a Harkányi fürdőben. A polgármesterrel készült beszélgetést teljes hosszában Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Drogok eladásából akart megélni egy házaspár és segítőik Baranyában. A siklósi járási ügyészség 3 férfi és 2 nő ellen nyújtott be vádiratot kábítószerkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A vádirat szerint a vádlott házaspár 2022 elején költözött a Siklós környéki településre, és elhatározták, hogy kábító hatású anyagok értékesítésével teremtenek maguknak stabil megélhetést. Nem sokkal korábban ismerték meg azt a vádlott férfit, aki 2021 végén kezdett kábítószert és új pszichoaktív anyagot értékesíteni. Tőle szerezte be a házaspár férfi tagja a kábítószert és az új pszichoaktív anyagot, amiket tovább értékesített. Az új pszichoaktív anyagok kereskedelmében, azok értékesítésében részt vett a feleség is, és abba bevonták azt a vádlott férfit is, aki ebben az időben költözött a házas párhoz, a ház körüli munkákat végezte, és ezért kapott szállást, ellátást, illetve időnként kábítószert is tőlük. Bevonták az új pszichoaktív anyaggal történő kereskedelembe a feleség édesanyját is, akinek pécsi otthonában egy tulajdonképpeni másodlagos raktárt üzemeltettek, amikor a házaspár már kifogyott a kábító hatású anyagokból, az új pszichoaktív anyagokból, akkor a vevőket a feleség szintén vádlott édesanyjához küldték, aki kiszolgálta a vásárlókat és elszámolt a bevétellel a házaspár felé. A házaspár, a náluk élő férfi és a felesége édesanyja a vádirat szerint szervezetten, bűnszövetségben kereskedett az új pszichoaktív anyaggal. A siklósi járási ügyészség a férjet és azt a férfit, akitől vásárolták a kábító hatású anyagokat, kábítószerkereskedelem büntettével és új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntettével vádolja. Ez utóbbi bűncselekménnyel vádolja a feleséget, annak édesanyját és a házaspárnál élő férfit is. A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a siklósi járásbíróság fog dönteni. Az ügyészség javaslatot is tett a vádiratban. Az ügyészség a vádiratban a férjel szemben, illetve azzal a férfival szemben, akitől a kábító hatású anyagokat a házaspár beszerezte, végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A feleség, a feleség édesanyja és a házaspárnál élő vádlott férfi vonatkozásában pedig felfüggesztett szabadságvesztés az ügyészség indítványa. A legsúlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A bíróságnak figyelembe kell vennie az ítélet meghozatalakor, hogy a vádlottak bűnszövetségben követték el tettüket. A balatoni mámor fantázia nevű édesség lett a Balaton fagyia. A fügés, diós, boros ízvilágú finomságot a balatongyöröki Promenád kávézóban alkották meg. A versenybíráknak idén sem volt könnyű dolguk kiválasztani azt az egyet, ami a 2024-es évben a Balaton fagyia címet birtokolhatja, illetve amiért készítője az üzletben kiállíthatja a vándorserleget. Az idejében 2 fagylaltal neveztünk, egy birsalmás dióval, birsalmádió névre hallgat, és egy édes tejföllel, málna zselével. Tavaly balatoni tövises mangós fagylaltal nyerte a versenyt Varga Tamás, aki idén is indult a Balaton fagyia megmérettetésen. 13 fagylaltozó cukrászda, 24 hűs különlegességgel nevezett a Balaton északi és déli partjáról egyaránt. 2 fagylaltal neveztünk, a diókaland elnevezésű fagylalt, egy fehér csokis diófagylalt, fahéjas alma rétegezéssel, illetve egy diós ropogóssal. Másik fagylaltunk pedig a mágikum, ez egy sós karamell fagylalt. A Balatoni Turizmus Szövetség 11. alkalommal hirdette meg a Balaton fagyia versenyt, amelyben helyi alapanyagokat is fel kellett használniuk a fagylalt készítőknek, akik egymás után mutatták be a finomságokat a zsűrinek a Bahart Szigliget nevű hajóján. Egy helyi dióból készült alapot készítettünk, amiben fehér csokoládé és diós rétegzést tettünk.
A szervezők célja, hogy ráirányítsák a figyelmet a minőségi fagylaltokra, és arra, hogy nem csak nyáron érdemes felkeresni a balatoni vendéglátóhelyeket. Ezért is szervezik minden év tavaszán a Balatonfagyia versenyt. Célunk az volt, hogy mielőbb fölhívjuk a vendégek figyelmét arra, hogy a Balatonon rengeteg szolgáltató működik, és nem csak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel, sőt sokan télen is nyitva vannak. Valójában a Nyitott Balaton programsorozatunknak, amelyik ez az egyik fő projektje, pontosan a 4 évszakos Balaton megteremtése, új turisztikai szezonok létrehozása volt a célja. A zsűri az ízvilág mellett az alapanyagok felhasználását, a kreativitást, a fagyik állagát és díszítését egyaránt pontozta. Promenád kávéház, Balatoni mámor! A Balatongyöröki Kávéház 3. alkalommal indult a Balatonfagyia versenyen, első ízben nyert. A fagylalt alapja egy diófagylalt, amelyet vörösboros füge öntettel tettük különlegesebbé, és diós karamell, grillázsos dióval tettük ropogóssá. A fagylalt elkészítéséhez helyi alapanyagokat használt fel a cukrász. Tavaly volt egy szaloncukorverseny, ott egy diós fügével lettem az év szaloncukrának a győztese, és gondoltam, hogy a fagylaltba is egy kicsit tovább vinném. Plusz fontos számunkra, hogy a Balatonfagyinál, hogy regionális alapanyagokat használjunk. A Balatonfagyia versenyen különleges ízvilágok is megjelentek, így a zsűri kóstolt őszi barack rebarbarás, édes tejfölös málnazselés, basalikomos málnás kókuszos és hek alapanyagú fagylaltot is. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Utcafórum. Janó Attiláné beszélgetett a szekszárdiakkal. Kakasdi forgatag. Termelők, kézművesek kínálták portékáikat. Gyakorlás, felkészültség, biztonság. Motorosok számára tartottak vezetéstechnikai képzést Bonyhádon. Kutyakiállítás. Országos győzteseket hirdettek Dombóváron. Kedden is alapvetően napos, időnként és helyenként gomoly felhősödő időnk lesz. Elszórtan, de továbbra is kevés helyet érintően előfordulhatnak futó záporok, melyekre elsősorban a délután második felében az ország déli felén van esély. Éjjel mérsékelten felhős, változóan csillagfényes égbolt mellett folytatódik a többségében csapadékmentes idő. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!